két díjkiosztás volt ma, a kortárs költőverseny díjazása. Ezt tulajdonképpen már negyedik éve osztjuk ki. Minden évben más költőtől választunk ki két-két versort, amit egy ilyen tréfás, vicces, költői kihívásos formában kell mai költőinek, kortársainak a versbe belefoglalni. Petőfivel indítottunk, utána Csokonai következett, Arany János, éppen most Babisra esett a választás, hiszen az a legjobb költőink közül választunk ki idézeteket, amit tovább lehet költeni, amit aktualizálni lehet a mai napra. A díjkiosztás másik eleme, vagy az esnek a másik része a kortárs díj átadása volt. Ezt régebben évente osztotta ki a szerkesztőség, aztán nehezebb időszakok, szegényebb időszakok jöttek, és akkor nem tudtuk kiosztani, de most szerencsére megint három díjat ki tudtunk adni. Ferences István, Vasi Géza és Jovián György kapott idén kortárs díjat. Az első évben akkor még gondolkodtunk és próbálkoztunk előadó művésszel, de minthogy ez egy ünnep, ez a kortársnak a karácsonya, sokkal személyesebb, hogyha a költők maguk olvassák fel a verseket. Eleve az est célja az, hogy találkozunk egymással, beszélgessünk egymással, és ennek egy jó előkészítése az, ha mindenki a saját hangján, saját arcával szólaltatja meg azt a költeményt, amit elkészített. Számomra a kortárs főleg mindig egy alapvető, fontosságú kulturális folyóirat volt. Én nem is tudom, legalább 30 éve vagyok, hát ha nem is rendszeres, de többé-kevésbé olvasója. És számomra mindig nagy megtiszteltetés volt megjelenni. És ezt a díjat egyébként annak köszönhetem, hogy ebben az évben egy egész kortárs számot az én munkáimmal illusztráltak. És született is egy elég jó tanulmány is, ami a munkásságomat illeti, és feltételezem, hogy ezeknek az utóbbi mondjuk 10 év munkáinak az áttekintése volt az, ami miatt nekem ítélték ezt a díjat, mert egy meglehetősen látványos szám sikeredett ezekből, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam utána, és hát talán ez volt az, ami indokolta, hogy nekem adják a díjat. Hát azért elég régen nem foglalkozom illusztrációval, holott egy időben rendszeresen illusztráltam, meg könyvborítót terveztem, de ez körülbelül egy évtizede volt, azóta szinte és kizárólagosan csak festek. És ami pedig az utóbbi időben készült dolgaimat illeti, azok nem feltétlenül szövegekhez, irodalmi szöveghez kötődnek, sokkal inkább a minket körülvevő látványvilágba táplálkoznak. Végül is a köszönetkor elmondtam, ez egy memoár sorozatnak az első három fejezete. Nem is memoár, nem tudom műfajilag meg. Dokumentumregény is, tehát ilyen vegyes műfajú valami. És mondjuk én azért is küldtem a kortársnak, mert ők kérik mindig a kéziratot, én általában azoknak küldök, akik kérnek, másokhoz nem szoktam tolakodni. És szívesen vették, hozták is, és de mondom, babonás emberként nem szoktam én elsütni félkész dolgokat, ami még nincsen kész, és ezért hogy na, három fejezet lejött, hogy vajon a többit meg tudom írni, ezért izgulok. Az a címe, hogy veszedelmekről álmodom. A madéfali veszedelem, ugye, ami a székelyek egyik legnagyobb tragédiája volt, lemészároltak a császáriak 300-400, a történelmi források nem egyeznek meg a székelyt, teljesen védtelenül a határőrség szervezéskor. Az, és van egy fura helyzet, azon múlott, hogy nem az én szülőfalumba lett, és Madéfalván a madéfalú veszedelem, hogy az én szülőfalum kicsi falu, és ugye a háromszéki székelyek is feljöttek, és nem az,
előre Pálfalvára akartak menni, utána azért nem mentek oda, mert lovaknak nem volt elég széna. Madéfalva nagyfalus, ezért mentek oda, és ezért lett madéfali veszedelem belül. Tehát innen indulok el, és ezeken meg térek vissza. Ilyen, aztán nem tudom, hogy meddig fogok eljutni.